két jeles évfordulóhoz is kapcsolható Vendel István vitézi oklevelének bemutatása. Hiszen kereken 100 esztendővel ezelőtt került sor Magyarországon az első vitézi avatásra, és szintén abban az évben, 1921. decemberében vehette át Vendel István polgármesteri kinevezését Szekszárdon. A vitézi rend a Horthy korszak emblematikus szervezete volt, két lépcsőben hozták létre 1920 nyarán és őszén. Már az első világháború idején felmerült, hogy szükséges lenne megoldani a földkérdést, ezért a vitézi rend alapításának is egyik célkitűzése az volt, hogy a háború során hősiességükkel kitűnt katonákat földadománnyal jutalmazzák meg, ezzel enyhítve társadalmi feszültségeket. Természetesen a szociális célkitűzés mellett egy politikai szándék is meghúzódott, hiszen Horthy Miklós és köre rendkívül fontosnak tartott, hogy megerősítsék a jobboldali nemzeti keresztény érzelmű rétegeket a baloldallal szemben. Szükség volt létrehozni egy új elit réteget, amely hűséges a meglévő politikai rendhez, és könnyen mozgósítható. Horthy Miklósnak viszont rendkívül szűkre szabott jogköre volt ilyen szempontból, nem adományozhatott nemesi címeket. A vitézi rend létrehozásával sikerült ezt a problémát áthidalni, hiszen társadalmi szempontból gyakorlatilag egy új nemesi státuszú réteg jött létre. A miniszterelnökség hatáskörébe tartozó vitézi rend szervezete tökéletesen centralizált volt. Élén a vitézek főkapitánya, vitéz nagybányai Horthy Miklós a kormányzó állt. A vitézi avatáshoz szigorú feltételeknek kellett eleget tenni. Engedelmességgel tartoztak előjáróik felé, és katonai szolgálatot teljesítettek a haza védelmében, külső és belső ellenséggel szemben egyaránt. Könnyen mozgosíthatóak voltak, akár természeti katasztrófák idején is. A tudomásukra jutott nemzetellenes szervezkedésekről jelentést kellett tenniük, és csak olyan egyesületekbe léphettek be a vitézi rend tagjai, amelyeknek célkitűzései összeegyeztethetőek voltak a vitézi esküjükkel. Vendel Istvánt 1927-ben dr. Éri Márton alispán és vitéz Somkuti József ezredes vegyes dandárparancsnok javaslatára vitézzé avatták. Nevét idegen hangzása miatt magyarosítani kellett, amelyet belügyminiszteri engedéllyel ekkor változtatott Vendelre. 1927. június 26-án vasárnap délelőtt a Margit-szigeti sportpályán került sor a jeles eseményre, amelyen összesen 1101 vitézt avattak fel, 290 tiszti és 811 legénységi állománybeli vitéz esküdött fel Magyarország 1000 éves alkotmányára. Vendel István Szekszárdon született, és az első világháború után 1918. júniusában, mint tartalékos főhadnagy szerelt le és tért vissza Szekszárdra. Az őszírusás forradalom időszakában, mint a város jogtanácsosa megszervezte a polgárőrséget, és a tanácsköztársaság idején, mint beosztott hivatalnok dolgozott Szekszárdon. Részt vett az ellenforradalmi pucskísérletben, amely sikertelenül végződött, de a tanácsköztársaság bukása után a város főjegyzőjévé választották. Már ekkor ő helyettesítette gyakorlatilag a polgármestert, hivatalosan a polgármesteri kinevezését pedig 1921. december 22-én vehette át. Róla azt kell tudni, hogy nagyon fontosnak tartott a Szekszárd városias jellegének erősítését, mindez pedig középületek emelésével, úthálózat kiépítésével, víz- és csatornahálózat kiépítésével, parkosításával kívánta elérni, és rendkívül sokat tett Szekszárd fejlődése érdekében. Kiemelt beruházásnak számított a kórház és a laktanya építése és bővítése. Vendel István sokat tett Szekszárd fejlesztése érdekében, de mivel a beruházásokat az államsegélyek mellett kölcsönökből finanszírozta, komoly adóterhet rótt a város polgáraira. Szekszárd anyagi helyzetét nemhogy nem tudta stabilizálni, de a város még inkább eladósodott. Csak nem a fizetésképtelenség határára került. A városi ellenzék megerősödött és mindent megtett, hogy elérje Szekszárd községi való visszaminősítését. A mozgalom odáig fajult, hogy a polgármester ellen is közigazgatási eljárást kezdeményeztek, végül azonban Vendel István került ki győztesen a helyi politikai küzdelmekből. 1944-ben ellenszegült annak a parancsnak, amely elrendelte a zsidók elkülönítését, és nem volt hajlandó gettót kijelölni Szekszárdon.
tovább fokozta az engedetlenséget azáltal, hogy a helyi nyilaspártnak sem engedélyezte iroda kialakítását a városházán. Mindezek okán Jaros Andor, a belügyminiszter arról döntött, hogy Zentára helyezik át Vendel Istvánt, amit ő nem fogadott el, inkább kérte a nyugdíjazását. De nem csak politikai pályája okán nagyon fontos személyiség Szekszárd történetében Vendel István, ő írta meg a város első monográfiáját, ami 1941-ben jelent meg. Ennek a monográfiának a tanácsköztársasággal foglalkozó fejezete szolgáltatta az ürügyet a volt polgármester népbírósági peréhez 1946-ban. A szekszárdi népbíróság ugyan elengedte, ejtette a vádat ellene 46. decemberében, de még nagyon sokáig rendőrségi megfigyelés alatt állt, csupán 50-ben szüntették meg ellene a nyomozást. A rendszer számára politikailag tökéletesen megbízhatatlan Vendel István pedig elszigetelten élt itt Szekszárdon, Előhegyi tanyájában, egészen 1967-ben bekövetkezett haláláig. A Budapesti Hírlap részletesen tudósított az eseményről, és természetesen a Tolna megyei sajtó is közölt híreket Vendel István vitézi avatásával kapcsolatban. A városban ünneplők várták a hazatérő polgármestert, és július 9-én a Szekszárd szálló éttermében Tolna vármegye vezetősége, a vármegyei vitézek, a szekszárdi bizottságok tagjai, valamint a városi tisztikar banketten köszöntötte vitéz Vendel István polgármestert vitézi avatásának alkalmából.